Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Ha ma velem tartanak az aszcendensben, megtudhatják, mit ígérnek a csillagok az elkövetkezendő hetekre, kiderül, milyenek a mérlegjegyűek, megtudjuk, mi a bakterápia, azon kívül az allergiások is kapnak tanácsot, természetesen Mazák Katalin szépségápolásban segít ki minket ötletekkel, és dr. Pál István most is elmondja nekünk, hogy milyen népszokások babonák kötődnek az évezen időszakához. Tartsanak velem! Lássuk is rögtön, hogy milyen időszak elébe nézünk, megtudjuk most, hogy mit ígérnek a csillagok a következő hetekre, de ne felejtsék el, a sors nem kényszerít, csak hajlamossá tesz. Ami nem tetszik, lehet elkerülni, ami tetszik, lehet elősegíteni, de egyúttal abba is belepillantunk, hogy a mérlegjegy mit takar. Kos. Jöhet-mehet nyugodtan, minden a legnagyobb rendben van ön körül. Nem kell aggódnia, nem marad le semmiről. Bika. Nagy lendülettel veti bele magát a dolgokba kell is, hiszen nagy céljai vannak, azokat csak kitartással tudja elérni. Ikrek. Az elmúlt időszak felismerései arra ösztönözték, hogy gondolja át a mindennapjait és alakítsa át céljai elérése érdekében. Rák. A barátságot mindig értékelte, de a következő időszakban még inkább arra jut, hogy inkább kevés, de nagyon erős szálakkal kötődő baráti kapcsolatokat akar ápolni. Oroszlán. Nem sok esélye van mostanában nagy változásokra. Ez igaz a munkára és a magánéletre is. Ezért sokkal egyszerűbb elfogadni a helyzetet és megpróbálni ebből kihozni a legtöbbet. Szűz. Hiszi vagy sem, ebben az időszakban vitákkal, panaszkodásokkal semmivel sem lesz előrébb. A bevált taktikákon most muszáj változtatnia. Mérleg. Még mindig a kényelmesebb pozíciót kínálja az élet, de nem fog sokáig tartani. Ezért érdemes lesz most elkezdeni összpontosítani, és a tervei megvalósulásáért többet tenni. Skorpió. Még mindig jönnek a lehetőségek. Olyan, mintha megrendelte volna az égiektől az ön számára fontos dolgokat, és kicsit késve, de mind érkezne sorra. Nyilas. Olyan pozíciót kínál most az élet, amit kár lenne csak azért futni hagyni, mert kicsit macerásabb élni a lehetőséggel. Legyen bátor, és ne hagyja ki. Bak. Hamarosan olyan állásajánlatot kap, amire már oly régen vágyik. Meglepődik, és el sem akarja hinni. De jobb lenne inkább arra koncentrálni, hogy mikor és hogyan kezdheti az új munkát. Vízöntő. Minden új irány sokat sejtett, de jobb, ha inkább a jól bevált utat választja a közeljövőben. A kiszámíthatóság most fontos lesz ön számára. Halak. Ha valaha fontos volt ön számára a család, akkor most még annál is fontosabbá válik. Kicsit szentimentális érzelmekkel teli napok következnek. A mérleg megint egy művészi jegy, vénuszi jegy. Neki a társa fontos, a másik ember. A kitűnő diplomata. Ha én nekem valamit el kellene intéznem, vagy intéztetnem még inkább, biztos egy mérleget bíznák meg. Tudom, hogy ő nem csinálja meg, de megtalálja azt az embert, aki helyette, illetve helyettünk a legjobban, a legcélra törőbben megoldja és megcsinálja. Kiváló diplomata, mindenkivel el tudja fogadtatni a saját nézeteit, és fontos neki az, hogy észrevegyék őt és amit csinál. Nem érdemben felül, rossz mérleg igen, de az átlag és a jó mérleg csak annyit, amennyit megérdemlek, feltétlenül figyeljenek rám, méltányoljanak. Nem tudom, ki hallott már a Bach virágterápiáról, én sem régen hallottam róla mélyebben. Gondolom, sokan vannak úgy, hogy szeretnék kiegészíteni az orvosi kezelést, illetve felgyorsítani a gyógyulást. Ez egy módszer lehet erre. Nézzük is, mi ez.
Mi az a Bach terápia? A Bach terápia az egy természetgyógyászati módszer, nem önálló ágazat. Ugye a magyarországi természetgyógyászati törvény 8 önálló szakmai ágazatot határoz meg. Ezeknek az ágazatoknak az alkategóriája a Bach terápia, kiegészítő terápiaként alkalmazható. És ez mit jelent? Mivel dolgozik a Bach terápia? Hogyan kell ezt elképzelni? A Bach terápia is, mint minden természetgyógyászati módszer, holisztikusan szemléli az embert, tehát a szellemi, a fizikai és a testi egységét veszi figyelembe. Ami különleges ebben a módszerben, hogy nem hatóanyagelvű, rezgésszintű energiát használ a gyógyításban, és alapvetően az emberi érzelmi állapotokat hivatott harmonizálni, illetve segíteni. A nevében benne van az is, hogy virágterápia. Ez azt jelenti, hogy virágokat használunk az alkalmazása során? Így van. Alapvetően növényeket használnak fel az eszenciák elkészítéséhez. Ugye virágeszenciának nevezik ezt a módszert. A adott növényekből összesen 38 növényből készül kivonat. Növényi részekből, illetve a növények virágaiból készülnek ezek az eszenciák. És ezt úgy kell elképzelni, hogy aki készíti ezt az eszenciát, kimegy az erdőre, mezőre, összegyűjti, és akkor a kivonatot elkészíti, vagy ezt egyáltalán Magyarországon gyártják? Alapvetően a módszert Angliában dolgozták ki az 1800-as évek közepén, illetve dolgozta ki dr. Edward Bach. És ő valóban az erdőt, mezőt járta, és ott kereste, illetve azonosította be a megfelelő növényeket. Több helyen is készül Európában ilyen bakvirágeszencia. Angliában nyilván ott fonos, ahol élt a megalkotója. Franciaországban is készítik, és itt Magyarországon is készülnek eszenciák. Ugye itt nálunk a hagyományos módon készülnek az eszenciák, kint erdőn, mezőn, erdőben és réteken, a növények élőhelyén. Egyébként ez volt az eredeti előírás is a megalkotó részéről, hogy az eszenciákat mindig az adott növények élőhelyén szükséges elkészíteni. És hogyan működik? Tehát ezeket az eszenciákat beszedjük, vagy rákenjük a fájú testrészre? Egyáltalán milyen problémáknál tud segíteni? Mind bármelyik módszer működhet, alapvetően belsőleges használatra készülnek, tehát beszedjük a kiválasztott eszenciákat a meghatározott adott problémákra, de használhatjuk külsőleg is fájó testrészek kenegetésére, illetve kezelésére. Ez azt jelenti, ha például fáj a gyomrom, akkor arra másféle virágeszenciát használunk, vagy ha mondjuk a torkon fáj, arra is egy másik félét? Így van, mindenképpen, illetve az is lehet, hogy mégsem. Trükkös a dolog. Alapvetően egy egyéni terápiáról beszélünk, személyre szabottan készül mindenkinek. Ugye itt az eszenciák kiválasztásában az adott személy adott érzelmi állapota nyújt nekünk támpontot. Amikor nekem fáj a gyomrom, akkor az egy Bach terapeutának tulajdonképpen nem hordoz információt. Arra leszek kíváncsi, hogy hogyan érzed eközben magad, milyen az érzelmi állapotod, milyen érzelmi változásokkal jár ez a fizikai tünet számodra. És ennek alapján fogjuk tudni kiválasztani. Az egyébként fizikai tünetként jelenlévő gyomorfájdalomra a megfelelő bakvirág eszenciát, ami az emögött lévő érzelmi állapotot tudja majd harmonizálni, illetve kiegyensúlyozni. És akkor, ha valaki mondjuk az internetről, vagy valahonnan szerez erről információkat, elolvas cikkeket, akkor ő ezt így magától neki is kezdheti, vagy ezt tanulni kell, vagy ez hogyan működik? Mind a két módszer működik, egyénileg is alkalmazhatjuk, nagyon egyszerű maga a terápia. Ha valakinek van némi inspirációja is, hajlandó néhány órát szánni arra, hogy átolvassa az eszenciák megfeleltetéseit, akkor akár egyénileg is alkalmazhatja a terápiát, de ma már olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy képzett terapeuták állnak rendelkezésre Magyarországon is, akik segítenek számunkra kiválasztani a megfelelő eszenciákat. Én megmondom őszintén, készültem, és nem találtam túl sok szakirodalmat. Mi lenne az, amit úgy ajánlanál kezdő terapeuták, vagy terapeuta jelöltek számára? Melyik az a könyv, ami leginkább azt mondod, hogy igen, a kezdő ebből jól el fogja tudni sajátítani, vagy jó képet lát, hogy merre menjen?
Hát egy alapmű, ami újra megjelent, most szerencsés időben beszélünk Magyarországon, egy németországi Bach terapeuta, a Mathild Scheffer könyve, az eredeti Bach virágterápia című könyv. Ezt jó szívvel ajánlom bárkinek, aki szeretne megismerkedni a Bach virágterápiával. Széles körűen a kezdetek az alapoktól kezdve egészen haladó szintig elvezeti az olvasót. Egy alapmű tulajdonképpen. Még mindig sokan allergiások vagyunk, ezért megkerestük dr. Bak Juditot a fülorgégészeten. Mit tanácsol nekünk, mit tehetünk otthon azért, hogy az allergiánk minél kevésbé hatalmasodjon el rajtunk? Még tart az allergiás szezon, mit tehetünk, hogy a tüneteinket csillapítsuk, illetve ha még kezdetiek a tüneteink, hogy elkerüljük azt, hogy elhatalmasodjanak rajtunk? Az első és legfontosabb talán az, hogy az allergéneket kellene kiiktatni. Ugye házi praktikaként jó kis légszűrőket lehet kapni, és némelyik tényleg valóban nagyon profi. A másik pedig az, hogy a nyálkahártyánkról tüntessük el az allergént, ami a lehető legegyszerűbb módon elvégezhető. Fiziológiás oldatos sprét lehet kapni a patikákban, ezerféle van a palettán, és az orrunkat azzal át lehet öblíteni, sőt, vannak olyan kürtök, olyan orrát öblítő készülékek, amiket szintén fiziológiás oldattal töltünk fel, és a teljes orrüregünket át tudjuk öblíteni vele. Ez talán a leghatékonyabb módszer. Hogyha nem akarnak szűnni ettől a tünetek, valami inhalálás, vagy van még olyan a palettánkon, amit tudunk, vagy azok inkább másra? A sóterápia az nagyon jó, ugye nem csak a felső, hanem az alsó légutak is érintettek az allergiában, és a bármelyik sóterápiás verziót választjuk, nagyon hatékonyan ki tudja a váladékot, nem szabad meglepődni, mert valóban nagyon hatékonyan jön fel a váladék, és egyszerűen azzal fognak a tünetek megszűnni, hogy ezt az óriási mennyiségű képződött váladékot kiprüszköljük, meg kiköhögjük, és utána jobban fogjuk érezni magunkat. Tehát ezeket a sóbarlangokat tudnám ajánlani. Hogyha valakinek mégis muszáj tablettát szedni, ebben is rengetegféle a lehetőség, és nem is azt kérem, hogy valakit emeljünk és ajánljuk, hanem hogyan válasszuk ki, mert sokan félnek, hogy fáradtabbak lesznek, álmosabbak lesznek, csökken a teljesítményük ezektől a tablettáktól. Én sem vagyok alapvetően gyógyszerpárti, de most már nagyon sok új készítmény van, sokkal kevesebb mellékhatással, tehát már nem álmosítanak úgy, nem hízlalnak, határozottan új készítmények vannak, amik ezeket a mellékhatásokat már nem produkálják, és nagyon jó osték is vannak, amit a hosszú távú terápiában tudunk alkalmazni. Tehát akinek nem csak egy-két hétre a tomboló allergia szezonban van szüksége, hanem hónapokon keresztül, azoknak nagyon jó szívvel tudom ajánlani. Rendszeres nézőink tudják, hogy Mazák Katalintól nem csak professzionális tanácsokat kapnak azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetünk még szebbek, hanem házi praktikákat is ajánl nekünk időről időre. Nézzük csak most, mivel szépülhetünk. Mai alkalommal mivel fogunk szépülni? Egy egyszerűen összeállítható szemkezelést hoztam, szempakolást, amihez tojást fogunk használni, egy kis mézet, virágport, és egy nagyon kicsi tejföld. Miket fog ez tenni a szemünket? Tehát miért pont tojás, miért pont tejföld, miért pont ezek az anyagok? A tojásból is a sárgáját, csak és kizárólag, ugyanis a sárgája az, amiben a tápláló anyagok vannak. A fehérje az inkább olyan bőrterületekre, amit szárítani, kicsit zsírmentesíteni szeretnénk, tehát azokra a területekre jó. A sárgájában viszont rengeteg táplálóanyag, aminosavak, vitaminok, ásványi anyagok vannak, ez kifejezetten jó nekünk a szem érzékeny bőrének regenerálására. Amit tovább fokoz a tejföl, aminek szintén a magas zsírtartalmát fogjuk kihasználni, illetve a virágporban lévő rengeteg vitamin úgy szintén ilyen hatással fog bírni. A méz? A méz az pedig ugyanúgy egy kiváló ásványi anyagforrás, és hidratáló hatását is nagyon szeretjük kozmetikában. Van-e olyan, aki nem használhatja ezt a készítményt?
Ezeknél a pakolásoknál mindig az a fő irányelv, hogy azok, akik bármilyen összetevőjére érzékenyek, természetesen ne használják, vagy helyettesítsék valami mással az adott összetevőt. Illetve ez egy erősen tápláló, regeneráló pakolás, ezért ezt kifejezetten ráncos szem környék ápolására szoktam javasolni ezeket az összetevőket, így ebben a formában. És akkor hogyan történik a használata? Használatánál ugyanúgy kezdjük, mint bármilyen más bőrápolást, tehát letisztítjuk a bőrünket megfelelő bőrtípusunknak megfelelő tejjel, tonikkal. Azt követően én egy pluszként szoktam alápakolni a saját nappali ápolóból is. Így egy szemkörnyékápolót, illetve egy arcápolót felhelyezünk, és erre kerül fel ez a pakolás. És hogy egy kicsit nyugtassuk közben a szemet, egy nedves vattakoronggal letakarjuk a hatóidő időtartamára. Mindegy, hogy mivel nedvesítjük, vagy ennek is van speckó változata? Jelen esetben, hogy egy kicsit pluszt hagyjunk hozzá, a nedves vattakorongra még én egy pár csepp jojoba olajat is felhelyeztem, és ezt helyeztem rá a pakolásra. Ezt követően pedig egy 10-15 perces hatóidő után langyos vízzel leöblítjük a pakolás maradványait, és szemregenerálóval, arcregenerálóval fejezzük be az ápolást. Mennyi időközönként érdemes ezt megcsinálni? Leggyakrabban heti 1-2 alkalommal, illetve ettől ritkábban igény szerint, amikor úgy látjuk, hogy szükséges ez az ápolás. Minden ilyen házi pakolásnál viszont egy dolgot mindenképpen szem előtt kell tartanunk, hogyha maradna meg plusz pakolásunk, azt aznap még felhasználhatjuk, de tartogatni semmiképpen ne tartogassuk. Dr. Pál István most is elkalózol minket a babonák népszokások világába. Szeptemberben vagyunk, most már azért kezdenek a földeken bejönni a munkák. Ilyenkor mit csináltak elődeink, mire figyeltek? Most már azt javaslom önöknek, kedves nézőink, hogy nyári dinnyét ne egyenek, mert elmúlt lőrinc nap, a szeptemberi lőrinc nap, és nem az augusztusi lőrinc nap, ezt sokan össze szokták keverni, és ilyenkor a bizony lőrinc nap belehúgyozott a dinnyébe, és nem lesz jó íze. Ilyenkor próbálják meg, hiába mondják önöknek, hogy ez bizony őszi vagy téli dinnye, jól nézzék meg, hogy miért vásárolnak, hiszen ezt meg lehet enni még azokat a fajtákat, amelyeket olyan termesztenek, hogy ekkorra érjenek meg. És ilyenkor még a foglalkozások közé tartozik, különösen a foglalatosságok közé tartozik, különösen a mi megyékben, meg a környékünkön a búcsúba járás, hiszen ilyenkor volt szeptember 8-án a kisasszonynapi búcsú, ami Mária Pócson a legnagyobb görögkatolikus búcsúnak számít. Ilyenkor már ezek után már csak kisebb volumenű búcsúkra lehet menni. Tehát ha mindezt befejeztük, a dinnyét megettük, a búcsúról hazajöttünk, akkor utána várhatjuk a hónapnak a végét, Szent Mihály napot, ami a mi időnkben már nem annyira jelentős ünnep, bár a honvédségnél érdemes erre gondolni, hiszen Szent Mihály a honvédeknek is a védőszentje, de a régebbi időkben ez volt a szolgafogadás, illetve a gazdasági esztendő kitelésének, eltelésének, befejezésének az éve. Ilyenkor elengedték a juhászokat, pásztorokat, újakat fogadtak, vagy meghosszabbították az ő szolgálati idejüket is. Ilyenkor volt joguk a cselédeknek is váltani, tehát más munkáltatóhoz elmenni. Ilyenkor mindenféle büntetés nélkül megúszhatták, mert egyébként nem szabadott otthagyni. Ők egy évre szegődtek el szolgálatra, szolgálnak. Ami a Szent Mihály napot illeti, ez nagyon fontos volt a falusi lakosság életében, hiszen ilyenkor, bár nagyon fontos voltak a betakarítási munkák, teljes dologtiltó napként tartották számon. Borszűrő Szent Mihálynak is nevezték, hiszen azokból a fajtákból, amelyek csemegeszőlőként termettek, és új borként már kóstolás céljából elkészítettek, már le lehetett szűrni. Bár manapság már nem dívik, de eleink idejében nagyon nagy jelentősége volt azoknak a vándor jószág teleltetéseknek, amelyek a mi vidékünkön is gyakoriak voltak, hiszen amikor kimerültek a legelők,
akkor a közeli hegyeknek, különösen az Zepléni hegység völgyeseibe hajtották fel a disznókondákat, ahol ilyen korra már megérett és lehullott a mag. Egész télen ott voltak a kondák, és jó vastag szalonnát és zsírt növesztettek maguknak, amit majd tavasszal, amikor szétosztották a kondákat a tulajdonosaiknak, bőven tudtak használni az emberek. Szent Mihály azért érdekes még, mert úgy mondták az eleink, hogy Szent Mihály öltöztet, Szent György vetkőztet, tehát ilyenkor már kezd beállni az idő, az őszi idő, esetleg a hideg szél miatt már ruhákat kell venni, melegebb ruhákat magunkra. Szent György az ugye április 24-én van, akkor ez már vetkőztet, hiszen akkor már beköszönt a jó idő is. Éppen az időjárás változás miatt mondják azt, hogy fehér lovon jön Szent Mihály, hiszen ilyenkorra már reggelente dérlepi el a füvet, a réteket, és ez jelenti, hogyha Szent Mihály lovon közeledik. Ami érdekesség még, hiszen az ősz beálltát jelenti, hogy ilyenkor megszűnik a természetnek a működése tulajdonképpen. Ha emlékeznek rá a nézők, áprilisban mondtam, hogy április 24-e, tehát Szent György után már kalapáccsal sem lehet visszaverni a füvet a földbe. Ilyenkor azt szokták mondani, hogy már harapófogóval se tudják kihúzni a füvet a földből, megszűnik a növekedése, megszakad a töve, ugyanúgy, mint aratás előtt mondják, hogy a gabonának megszakad a töve, és már nem nő tovább lehet aratni, ez ugyanígy vonatkozik a fűre is. Ilyenkor, ha már lelegelte a jószág, akkor az már nem regenerálódik, ezért kellett például a disznókat is a makkosokba elhajtani. Ennyi fért mai műsorunkba, én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, várom Önöket legközelebb is itt a Kölcsei Televízió Ascendens című műsorában. Addig is vigyázzanak magukra, minden jót, a viszontlátásra!